Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. A Spaced Out DLC-vel. Lássuk, mire megyünk. Elvileg ugye próbáljuk ezt megcsinálni. Elzárni itt a hideget. Hogy egy picit rendeződjünk. Meg hogy talán nem melegítsük fel ezt az egész zónát, bár úgyis előbb-utóbb ez a folyamat meg fog történni. Itt már úgyis túl közel kerültünk hozzá, úgy látom. Azt hiszem előbb-utóbb szükségem lesz egy csomó mindenre. De akkor ezt is bedobom a feladatba, és akkor majd ide berakunk egy szigetelő anyagot. Azt nem tudom, hol állunk éppen a kutatásba. Olyan közepesen sehol. És akkor először megcsináljuk a szigetelést. Ami ha nem is itt, hanem itt. Itt bizony kelleni fog. Ott nem fogjuk tudni elspórolni. Itt még csak-csak meg vagyunk nélküle. Bár lesznek problémák. Ha használni akarjuk majd. Oké. És annak mondjuk egy 8-as prioritás. Hogy tegnapra meg legyen. Bár úgy látom, sikerült az egy ciklust ott hagynunk vele. Aksi kimerül, amíg itt bohóckodnak. De hát részben azért is kell majd a folyamat, hogy legyen akkumulátorunk éjszakára, vagy nem csak éjszaka, amikor ezek a nyavajások termelnek nyomokban, hanem mindig. Oké, ők hárman oda mennek, de ez például nem akar sehova menni. Próbáljuk meg ezt, hát ha akkor oda fölcuppan. Sőt, még egyet. Ebben a formában majd kirakjuk. Bár ezt úgy látom, csak újra készítjük, mindegy, nem érdekes. És akkor egy picit több áram termelődik, mert mind a hármat használjuk, négyet, akárhányat. De lehet, hogy ezt sehogy se fogom tudni használni. Mert nincs hol logicsázzon megfelelő formába. Az a baj, hogy egyre kevesebb szennyvízünk van, úgy látom. Bár hogy is szeretném, hogy haladjon az ügy. De hát ez már egy ilyen folyamat. Ez majd lassan-lassan dolgozik. Vagy nem. Vagy sem. No, oké, azt megcsinálták. Még ezt is csináljuk meg azonnalra. És akkor kezdünk valahol állni. Igazából egyébként ez is kell belátható időn belül, úgyhogy majd csinálják meg azokat az elbontásokat is. Szépen.
Miért kidobta az üveget? Nem élem kidobta, majd kiderül. Veszettül bontják. Látom, ez a padlóépítés nem annyira lelkes nekik. Pedig nem ártana, ha azért is lelkesednének. Egy kicsit jobban. Na hát ez van, a másik oldal egy... Hol dolgozik ez, hogy az oxigén neki kevés? Hol? Hol van? Merre van az emberkénk egyáltalán? Mert én most egyáltalán nem látom. Ha, itt garázzálkodik, és valóban ott nem sok oxigén, meg mi egyéb van. Azzal nem lehet vádolni, hogy ott lenne, viszont lassan elfogy a feladata. Ezt azért rakjuk hatosba. Majd egyszer ezt is megcsinálja. Oké. És akkor itt meg egy padlót építsen. Jó. És akkor itt lesz egy összekötő útvonalunk. Annak minden mókájával. Meg itt is egy hasznos feladat. És akkor ezzel el tudsz szórakozni egy darabig. Találunk-e itt valamit? Magma. Nem vicces. Nagy adag magma. Hát akkor ez úgy látom egyelőre ennyi. Pedig az olajat majd itt kell valahol nekem kitermelni, de úgy látom csak ez lesz itt alkalmas olajmező. Ha csak itt nem fogunk találni egy másikat. Ami egy kicsit szimpatikusabb. Na mindegy. Elvileg az túlélhető zóna. Azzal nem kell foglalkoznunk. Ezt csak azért rakom hatra, mert nagyon zavar, hogy ez az egy bütyök nincs meg. Ahogy ugyanígy, ez például eléggé zavar. Bár ha tovább csökken a vízszint, akkor itt szépen bele lehet majd lógatni az áramba. Az opció lesz. Úgyhogy ezt is szépen berakjuk, hát ha az lesz a neki megfelelő. Itt van egy trópusi paku, nagyon csúnya fejjel. Oké, üveget elbontották. Ja, hogy ezt most éppen pihenő időszakban vagyunk. Úgyhogy rústíznak. Ja, már nem érdekes különösebben.
Egyébként mivel a nagyobb része itt nem űr, hanem csak a vákum, úgyhogy ezt szépen föltölthetjük, ezt az egész zónát előbb-utóbb. Majd egyszer, soha napján. Ja, itt ugye minden meleg, meg hideg, meg minden. Majd itt ugye a szigetelésre az egészet át kell húzni egy szigetelő anyagra, ha majd ott fogunk tartani. Hol állunk az üveggel? 550. Akkor innen pont 200-at tudtunk kapni. Tehát ugyanaz az egy alapvető gond, hogy ide kell nekem egy létra. Ezt meg el kell bontani. Ó, hogy ezt nem tudom elbontani. Azt hiszem. Pedig ezt el akarnám én bontani. De úgy látom, azt nem fogom. Kár. Abból lenne meg pedig a következő adag. Bogyón, de hát nem lesz meg. Ezek szerint. No, hát itt küzdenek a különféle nem annyira szimpatikus feladatokkal. Víz alatt, fölött, mellett. Mindegy, most már elbontatjuk velük ezt a cuccot. Amennyire csak lehet. Most már lebontjuk. Legyen itt tiszta a terep. Akkor is, ha nem túl mókás. De mondjuk azzal legalább a vízszintet egy kicsit rendeztük. Cserébe a lényeges feladatot nem végezzük. A furkászást az űrbe. Nem, minden nem mehet. Minden nem fontos. Ez egyébként így nem igaz, haladnak vele nyomokba. Csak nem száguldanak. Itt találunk valamit, nem különösebben, egy hatalmas alga meg szénmező. Meg rengeteg réz. Majd egyszer feladattal. Majd egyszer. No. Hogy áll a kutatás? Nem nagyon haladt. Ugye ezek ötös feladatok, úgyhogy amikor hatosokat kapnak mindig, akkor lelkesen futnak. Ki tudja mire. Hát úgy reméltem, hogy egy picit jobban fog haladni itt a kutatás, meg egyéb ügy. Jó, most egy-két oldalágat ugye megejtettünk, ami nem annyira volt kritikus. Azonnalra. Jó. Ez meg szennyvíz, ami itt egyenesen le tud majd folyni a szennyvíztárolóba. Ugye? Jap. Hát lehet, hogy egy-két lépcsőfokba, de többé-kevésbé. Oxifern. Na, az egy jó kérdés.
Ha nem emlékszem pontosan, hogy működik. De jöhet. No. Van széndioxid. Lássuk. Tudok-e valamit kezdeni azzal az oxifernel? Víz. Napi 19 kg víz. És csinál egy minimális széndioxidból oxigént, ugye? Hát nem. Akkor nem izgat. Akkor ehhez még kell majd, hogy hívják is. Pip, vagy melyik, amelyik majd elássa nekem. Hogy természetes módon működjön. Mert úgy nem veszélyes, úgy nem káros. Úgy nem negatív. Mert ennyi vizem és főleg földem nincsen. Még víz az csak hajlandó lennék termelni neki. Annyi azért akad. De az, hogy földet is, az nem opció. Az tényleg nem opció. Hogy földet ások neki elő. Valahonnan. No, kapott ezt, azt, amazt. Nincs föld, ja, úgyhogy csak végtelen kajád van. Szörnyű lehet. Na, már ezeken dolgozik, helyes. Akkor ide lefúrta magát, mit kapott Nosbim? Bleachstone, akarok egy kiásni egy csomó Bleachstone-t. Vízért, igazából nem. Megnéztük, mi van itt, semmi olyasmi, ami engem érdekel. Hogy állunk itt? Azt mondja, hogy... Ja, mert olajban van ez a cucc, és akkor nem működik. Ez a sporhidea. De ez a másik meg tök jól el van. Akkor is. Nem tudom, miért nem működik. De itt is vannak állatok, amik megzargatták, akkor fogalmam sincs miért. Na mindegy. Van további olajpacmag, amit föl kell mosnom? De úgy látom, egyébként meghalt a cucc, vagy inkább átalakult egyébként szerintem. A hogy hívják-ká? Ezek ki a puftokká? Azt mondanám. Ami persze szintén mókás, ettől még. De más ügy. Jajksz, hogy itt iszonyú hideg van. Úgy per minden szempontból. Hát azzal valamit majd kell kezdenem. Ezt a hőmérsékletet nem szeretjük. Akkor azt hiszem, ide inkább szükségem lesz arra, hogy hívják rá.
szigetelőre. Ó, hogy ez is üveg. Ó, pont két üvegfal, ami nekem kellene. Ilyen meglepő. Milyen váratlan és meglepő. Akkor ezt szépen kijelöljük 6-ra. Ezt az egész munkát. Gondolom már kitermeltük, ja. Hát ez majdnem összejött. Vagy itt mezőnként van ennyi. Az még jobb. Az abszolút még jobb, mert akkor sokkal több üveget találtunk. Na, elvileg akkor 800 fölött vagyunk. És még itt van. Remek, remek. Abszolút remek hír. Ja, hát ezt nyilván majd átírjuk a falakat, akkor majd szigetelő anyaggá, ha egyszer eljutunk oda. Soha napján. De hát egyelőre nem haladunk sehova. Kettő, ami nem rossz, de na, nekem majd még kell még kettő. Valahol, azt meg nem tudom hol. Valószínűleg ebbe az irányba, másik irányba lesznek a rakétáink. Itt. Ez lesz a rakéta platform. Itt meg a minden más. Valahogy így. És akkor lassan-lassan majd elbontogatjuk ezeket. A csúcsokat. De hát ez majd ha egyszer kijutunk egyáltalán. Ugye oxigén, hideg, mi egyéb, mindegyikkel küzdünk. Áram. Apró mellékküldetések és feladatok. Kaja. Nyomokba. Mi egyéb? Kis víz. Csak hogy megszerezzük. Mert miért ne? Itt szökik a hideg, de nem annyira vészesen. És a nem annyira vészes folyadékot elviseljük, mint mindig.
De mondjuk azok legyenek hatosok? Hatosok. Meg ezek is hatosok, és akkor az majd lefolyik szépen. Mint hulladékvíz. És akkor az is megvan oldva. Nyilván nem kell, nem ezzel kéne valójában foglalkozni, ahelyett, hogy itt ez halad. De hát na. Tisztogatás az mindig egy feladat. Előkészületek a végtelenbe. Persze nyilván addig, amíg a felső része nincs elbontva addig, vagy felmosva addig, fölösleges a többin nekiállni, mert az nem lesz megoldva. Oké. Legalább a nagy része megvan ennek. Hát akkor úgy látom, még ma nem fogjuk befejezni, no mondjuk a két új energia cucmó az jól fog jönni. És ha minden igaz, ők nem fognak tudni leszökni innen, úgyhogy kénytelenek lesznek majd ide fölcuppanni, amikor majd ott állnak már, hogy adnak áramot. Nem tudják elsumálkolni, hogy nekem dolgoznak, és úgy, ahogy én szeretném. Kaja van, sőt, nagyon van, hát betakarítható kaja is van. Némi. Egyáltalán nem lesz itt, úgy érzem, kaja gond az egy főre. Részben ezért is variáltunk vele, hogy egy főre kényelmes, több főnél a probléma. Előbb-utóbb. Több fővel itt előbb-utóbb gondok lesznek. Érzem, itt némi akármi lehullott. Beleértve sikeresen elzágtuk ugye a plug slagot. No, ő szopogatja szépen a áramot éjszakára. Az egyik. No, megjött a új bogyó. Mit kapunk? Homok? Vagy nimfa? Igazából mindegy. Mind a két helyen úgy érzem. De itt nincsenek nymfák, úgyhogy jöjjenek ide nymfák. És akkor már itt is lesznek ilyen repkedő izék. Jaj, de jó. Milyen csodás is lesz az. Az egy érdekes folyamat, ahogy ez folyik. Ezúttal. Na, hát azért adjuk egy picit lefolyni addig, amíg legalább a nagy része leesik. Nem kell az összeset kézzel föltakarítani. Bár lelkesek és ügyesek benne, tudjuk. De lehet egy kicsit hagyni a csöpögést. Egy darabig.
No, az egyik megvan, a másik halad. Most már nem olyan problémás. De nem elbontani kell, hanem felmosni. Majdnem ugyanaz. Majdnem. No. No, még egy magot is szereztünk. Wuhú! Nem kerestünk, de szereztünk. Az majd jó móka lesz, amikor itt az egész homok lehullik. Egy óvatlan pillanatba. Ez meg sehova nem halad, mert nem halad. Hát úgy látom, még ma se fogunk kijutni, mert mindig lesznek egyéb köztes feladatok. Mondjuk azt, hogy ezt miért építették meg, azt most meg nem mondom. Ez egyébként nem fog ártani. Itt tudunk bontani, és az miért jó nekem? Fosszíliát lájmja. Az mehet végig. Tojást lájmá, az is mehet. Mindet. Az már egy jobb kérdés, hogy akarok-e egy kis adag nagy minőségű fémet, vagy sem. Mert valamennyi nem fog ártani majd a vezetékekhez, meg hasonlókhoz. Automatizáció, stb. Úgyhogy egy 50-et mind a kettőből megrendelünk. Az ugye 5 tonnát átdolgoz 2,5 tonna egyéb anyaggá. És akkor valaki megnyeri azt a remek feladatot, hogy dolgozhat ezzel. Mennyire örül. Pumpálónak. De alapvetően nem fog ártani senkinek. Na, meg is nőttek. Az remek hír. Úgy látom, egyébként most jobban állunk egy kicsit energiából, mint az előbb voltunk. Valószínűleg már megnőtt a kettő, meg ezt is aktiváltuk, tehát akkor összesen mindenki működik. De lehet, hogy csak innen szöktek el, mert itt viszont 3-at látok most. Még korábban 5 volt. De nem. Meghalhattak? Ennyi ideig élnek ezek. Nem az oxigént akarom, hanem a slagot. 30-100 körig, 100 ciklusig, úgyhogy hát lehet, hogy fogytak, most 5 van összesen, amit látok. Elvileg 6-nak kéne lennie, tehát egy lehet, hogy valahol elveszett. Meghút. Mindegy is. Majd meglátjuk.
Na, jutottak valamire? Nem nagyon. Most úgy látom, ezzel vannak elfoglalva. Na már, egy minimális kobalt, meg mi egyéb is kialakult. Igazából a lime az most nem kell, nem érdekes, az csak olyan, hogy valamikor föl kell dolgozniuk úgyis. Akkor inkább végezzék el előbb, mint később. De... úgy látom, nem nagyon haladunk. Remélem ez most ugrott be, és azért nincs feldolgozva, mert lustálkodnak. De kész egy hatalmas adag kaja, akkor ezek szerint megint. Na, hogy áll? Van kajája. Oxigénje bőven van. Mi egyebe? Elégtelen generálás. Mégis miért? Hát csak azért nem, mert itt elkezdett. Mondjuk viszont akkor... ha így alakult, akkor legyen ez, és azt mondjuk azért rakjuk relatív magas prioritásba. Ahogy ugyanígy ezeket az elemeket, amik problémásak, rakjuk magas prioritásba, hogy azzal ne legyen gond. Pedig lelkes, csak amikor ezt így csinálja, akkor nem jól haladunk. Akkor azzal bizony vannak gondok. Ide se nagyon jut föl emberke, úgy látom. Ja, hogy ez itt egy rövid időn ötös feladattá van minősítve valamiért. Egy rövid szakasz. És akkor azon nem fognak keresztül jutni soha. Azon bizony nem nagyon fognak keresztül mászni. Így is alig-alig. Mert ugye hőmérséklet és egyéb gondokkal küzdenek. Meg tudok érteni. Valóban nem kényelmes a helyzet. Én nem tudom, hogy fogom elszigetelni teljesen. Valószínűleg itt majd kiépítünk egy vákum szigetelést. Meg talán ide is. Azt hiszem ide is, ja. Ez hogy néz neki? Fal itt lesz. Tehát a két távolság a pumpának, meg még egy fal. Itt az újabb fal. Ez is itt a fal. Két távolság a pumpának. És akkor itt egy-egy vákumzónát kialakítunk, hát az épületet magát elveszítjük, a pumpát, meg mi egyebet, így jártunk.
Jó. Azt hiszem, és akkor itt... Így lehet szépen visszarakni a szükséges elemeket. Akkor ezt is be lehet rakni a hatos prioritásba. Sőt, igazából ezeket kell majd berakunk a hatos prioritásba, mert ezek fontosak is. Úgy mi hamarabb haladjunk. Bármennyire is nem örülök. Aztán majd a lebontjuk ügye, és akkor nem kell cifrázni hatalmas létrahalmokkal. No, hát így álltunk. De akkor szerintem az egyszerűség kedvére ezt is átrakom, mert most már mindegy. Hol és mi melegedett túl? Egyáltalán hány olyan folyadékpumpám van, ami túl tud melegedni? Mert van ez az egy, úgy tudom. Úgyhogy erősen kérdezném, hogy itt hol és mit pusztult el. Ó, hogy a másik oldalt áthozza, hogy ott van gubanc. Abból az egyszerű problémából, hogy melegszik ez a víztócsa. Hát, ja. Egyébként, ha így, és így, akkor nem kell Bleachstone-t bányásznom. És akkor elérjük ezt a vízpumpát is. Nem mint a kéne, de van. Még egy vízpumpa. Taktikusan talált egy olyan pihenőhelyet, ahol nincs áram neki. Gratulálok. Akkor kap. Ha ő ott akar szundikálni, akkor kap. Nem mintha nagyon szükségem lenne itt oxigénre, vagy még egy áramforrásra, de kap. Na mit hozott a mumikulás, hogy úgy mondjam. Fető, hogy izé, műtrágya. Hát... Műtrágya. Be. Hát ezzel nem vagyok előrébb. Ez ilyen szempontból nem segít. Senkin. Ez csak úgy van. Ez csak úgy lett. Maradjunk annyiba, végtelen főzőcskének nekiáll. Főzőcskézünk. Püföl, ahogy kell.
dolgoznak, amin kell, ahogy kell. Majdnem sikerült elbontani az összes homokot rendben. De nem sikerült. Annak érdekében, hogy az egy normális útvonal legyen, ezt a pöttyöt megkapja. Bármennyire is alapvetően fölösleges. Valamint sírnak, gondolom a nem túl tiszta oxigénen. Mert az nem szép. Ezt nem is tudom, miért nem bontottam el, de mindegy. Ennek örömére most lehullik. A végtelenbe. Minden eleme. Ez milyen létre egyébként? Miből van? Műanyag? Egy darab műanyag létre. Az is valami. Majdnem megvan a kutatás. Oxigén az egyébként továbbra is végtelenül jól állunk. Ez túlzás, hogy végtelenül, de meglepően jól. Ahhoz képest, hogy egy gramm oxigén nem termelünk. Csak kipárolgás útján. Na jó, nem igaz, van egy, amikor éppen működik. Egyébként, ha az működne folyamatosan, akkor biztos, hogy végtelen oxigénünk lenne. Na, mind az öten fölcuppannak, és ez is működik helyes. Hát nem azt mondom, hogy száguld, mert azért 15%-át töltik föl, az nem sok. Na, hát innen fogjuk folytatni. Nagyjából megvagyunk, de most ugye ezen a vákumszigetelésen fogunk dolgozni. Ami ha nem is mindent old meg, mert itt lesz majd egy kis hideghez útvonalunk. Nyilván. Ha akarom, ha nem, de legalább egy nagy részét megoldja azért. Tehát, hogy ezzel a hatalmas felületen ne ömöljön be a hideg a bázisra, azt legalább meg fogja oldani. Mert az nem egészséges. Oké, kell itt egy másik bejárat, mert... Ó, elszúrtam. Hogy onnan nincs beugró. Mindegy. Ilyen szempontból akkor... Rából egyébként ezt is elbonthatjuk. Azt a részét elbonthatjuk. Majd innen bemásznak. De akkor oda egy hely kell. Egy fal darab kell. Mondjuk legyen ez. És az hatosba kell. És akkor ez hatosba, ezt a nem tudom mit megtöröljék fel. Ó, hogy itt már kicsapódik a széndioxid, lol!
Na, azzal nem számoltam, hogy olyan hideg van, hogy a széndioxid kicsapódik. Folyadékká. Ups. Azt hiszem ezért kaptunk is valamit. Ja nem, a 100. ciklusért. Na, hát már ennyi. Innen folytatjuk.